Na szóval, a mai nap edzésem volt, megint ilyen a T-Rock edzőeszközt használtam, ami egy nagyon kedves barátomtól, az Egér, alias Egértől származik, egy nagyon kedves mászó barátom, régen hegyi sportozott babcsám, Gabi nagyon jó ismeri, nagyon jó haverom, mind a kettő nagyon jó barátom, de a lényeg, hogy azzal az edzőeszközzel húzózkodtam, a T-Rock panella tökéletes volt, aztán átugrottam a Batman panelre, ott egy kicsit érzem is az ujjaimat, hogy kicsit megjátszott az ujjamat, meg hát azért ez nem egy ilyen bazári mutatványos mozdulatát átfogna arról a panelról, a hosszú egyenes panelról egy mozgó panelre. Hát izgalmas volt a sztori, hogy kicsit lógtam, ott is ráhúztam kettőt, egy ilyen négy ujjas kis húzózkodásom volt, és kétszer négy ujjas. Szép volt a sztori, utána meg a úgynevezett, én úgy hívom, hogy denevér rúd, egy egyszerű húzózkodó rúdbe behúz, berakva ajtófélfába. Azzal csináltam egy gyakorlatsort, méghozzá fölhúztam magamat, kinyújtottam a lábamat, és ott lógtam egy olyan, hát szerintem 20 másodpercig voltam abban a pozícióban, azt utána csináltam egy gyakorlatot, hogy fölteszem a lábaimat a rúd magasságába, szóval fölhúztam az egész lábamat, és akkor egy ilyen gyertya, úgynevezett, én azt mondanám, hogy fél gyertya, de rúdon a való gyertya az, nem tudom, hogy a úgynevezett fegyenc edzésről szóló írásokban, meg a különböző gyakorlatokban ennek mi a szakneve, de mindjárt azt csináltam, úgyhogy nagyon jól érzem magam a bőrömbe, aztán ennyi. Most meg munka. Olvasom a Kabat-Zinn könyvét, és ha bárhol lehetsz, ha ott vagy, című könyve, vagy valami hasonló címe van, mindenki megtalálja, úgyhogy ennyi. Akkor harcuborka, hello.